Ülsz keresztbe a karddal, de még nem tetted el, még nem indulsz el. Ez még az a döntés, mielőtt nekiindulsz, amit az apád mond. Néhány instrukció a rendezőtől. Kszell Attila és a Győri Teátrum csapata a 7-7 című új gyermekdarabon dolgozik. Igaz, még nagyon az elején járnak a produkciónak. Már most látszik, hogy egy az Aladdinhoz hasonló kortalan sikermese van születőben. Az előadás igazából egy mozaik, 7 népmesére épül, a középpontban pedig minden esetben maga az ember áll. Klasszikus és egyszerre formabontó mese, kedves történetekkel. 6 népmese igazából, és egy 7-et úgy kerekítettünk ki belőle. Csupa olyan történet, amiket nekem mesemondók mondtak el. Olyan emberek, akik annak az adott népnek a tagjai. Tehát amit tudom én, például az első mese a Loch Nessi tó eredetéről szól, hogy a skótok legendáiban hogy él ez a történet. És mivel eredeti ember mondta el nekem, ezt komolyan vettem, végig gondoltam ezeknek a tanulságait, jelentéseit, üzenetét, miről is szól, miért fontos ez a tartalom, és írtam belőle egy ilyen gyors mesék ezek. A darabban a színészek több karaktert formálnak meg, így a társulat legfiatalabb tagja, a 12 éves Márkus Krisztián is. Más ez a próba folyamat, itt inkább egy ilyen közösség van. Én nagyon szeretek próbálni, ezeket az embereket én a barátaimnak tekintem, és eddig ez a legnagyobb szerepem. Nagyon sok szövegem van, de lekopogom. Ez is nagyon megy, és a tanulás is megy szerencsére így a színház mellett. A tehetséges győri művészek mellett a teátrumban vendégeskedik Kardos Róbert, a Bárka Színház oszlopos tagja, aki szinte már hazajár Győrbe. Nagyon régen ismerjük egymást Attilával, együtt voltunk stúdiósok a 90-es évek elején az Arany János Színházban, ami azóta már nincs is, és gyakorlatilag 20 éve, amióta Attila itt van Győrben, járok ide. Több előadás, a Scapent, a Trainspottingot, több előadás is, hát csináltuk együtt, részt vettem benne. Úgyhogy ilyen módon visszatérő, vagy visszajáró vendég vagyok a színházban is. Uram, ezt érzem, itt találtam. Ott az út a lovak között. Gondoltam, megmutatom, mielőtt bedobom a tengerbe. Ne menj még el! A Kékbolygó meséit május 4-én a Kisfaludi teremben mutatja be a társulat. Addig persze még számos titkot megtudhatnak a darabról a Győr Plusz televízió nézői, például keddi Kultúra című magazinunkban.